VR szemüveggel próbálták ki a Nyíregyházi Egyetem hallgatói, milyen vezetni egy vadászrepülőgépet. A katonák a fegyvereket is bemutatták a fiataloknak. A honvédség is megmutatta magát az egyetem karrier napján és állásbőrzéjén. Az intézményben különböző cégek ismertették ajánlataikat, és adtak tanácsokat a karrierépítéssel kapcsolatban. Én a Nyíregyházi Egyetemnek vagyok a repülőmérnöki végzős hallgatója, úgyhogy én nekem főleg a légitársasági munkavégzés érdekel majd a jövőben, de nagyon kíváncsi voltam arra, hogy milyen lehetőségek vannak, nagyobb cégek is kivonultak a mai napra, úgyhogy kíváncsi voltam arra, hogy milyen lehetőségek vannak, illetve hogy mit tudnak nyújtani a mai piacon. A keddi program sorozaton cégek képviselői is tartottak előadásokat a hallgatóknak. A Bizniszvilág Facebookját, a LinkedIn-t is bemutatták az egyetemistáknak. Az online felület szakmai profilok létrehozására alkalmas, amivel a munkáltatók könnyebben rátalálnak a kívánt alkalmazottra vagy üzleti partnerre. Egy olyan közösségi médiáról van szó, ami talán nem annyira ismert még a fiatalok körében, hiszen ez tényleg az üzleti világnak úgymond egy ilyen gigantikus szuperstrádája, ha lehet így mondani. Hasonlóképpen működik, mint a Facebook, tehát itt közösségeket lehet építeni, vagy közösségekhez lehet csatlakozni, viszont itt kimondottan az üzleti életről, a karrierről, a szakmáról, a tanulásról, az álláskeresésről van szó ezen a platformon. A Nyíregyházi Egyetem rektora az esemény megnyitóján hangsúlyozta, a mai világban már a kapcsolatteremtés az egyik legfontosabb része a karrierépítésnek. Éppen ezért arra bíztatta a hallgatókat, hogy érdeklődjenek a kitelepült cégeknél és merjenek tanácsokat kérni a szakemberektől. Tulajdonképpen ez egy ismerkedési fórum, ahol ezek a szereplők találkozhatnak, és a fő cél tulajdonképpen az, hogy a hallgatóinkat segítsék abban, hogy egyrészt itt a térségben maradjanak, másrészt pedig a munkaerőpiaccal kapcsolatosan ismereteket szerezzenek. A Nyíregyházi Egyetem már 17 éve tart állásbőrzét az intézmény kampuszán, a szakmai karriernap pedig 4 éve épült be a programsorozatba.